Átadó ünnepség ide vagy oda, a kicsinyek édesdeden alszanak Gárdony új bölcsödéjében. Mint ahogy a város polgármestere fogalmazott, pont ezekért a nyugodt pillanatokért lobbizott az önkormányzat az elmúlt években. Az volt a céljuk, hogy az itt élő családok biztonságban érezzék a gyerekeiket addig, amíg ők dolgoznak. Ez egy 21. századi modern épület, és a benne dolgozó elhivatott munkatársak nélkül elképzelhetetlen. Az új intézmény uniós kormányzati támogatással és 70 millió forintos önrésszel összesen 737 millió forintból valósult meg. Ezen a területen, amin megépült 2-3 éve a református óvoda, fantasztikus épület együttes, szintén Bálinték tervezték, ezen a területen csak tikkacöcskenyájakkal találkoztunk volna, gyérfű, egy elhanyagolt kis zöld felület volt, ugye? De ezt a területet az önkormányzatunk tartotta, pedig volt rá nagyon nagy kapacitás, vagy kapacitálás, hogy eladjuk. Gárdony az országos átlaghoz képest nagyságrendekkel magasabb összeget hívott le az uniós top forrásokból, mint más települések. Erről már a Fejérvár megyei közgyűlés elnöke beszélt. Kiemelte, összesen 2 milliárd forintot költöttek olyan beruházásokra, melyek az itt élők komfortérzetét növelik. Ehhez kapcsolódik például a bölcsöde kialakítása. Terület és település fejlesztési operatív programból országos szinten is lélekszámarányosan, példásan nyertek el forrásokat és valósították meg a projekteket. Gárdony városa több mint 2 milliárd forint összértékben nyert el top forrást, és ami szintén országosan példás, ehhez mintegy 600 millió forint önerőt is hozzá tudott tenni a település. Tehát nem csak az elvárásokat fogalmazta meg, a szakmai alapú elvárásokat, hanem igencsak kivette a részét saját maga is ezen fejlesztésekből. Az elmúlt években 33%-kal nőtt meg a Gárdonyba települők száma, ezért volt szükség az infrastruktúra fejlesztésére, hangsúlyozta a térség országgyűlési képviselője Tesszeli Zoltán. Az ünnepségen Hornung Ágnes beszédében a kormány családpolitikájáról beszélt, melynek egyik fontos állomása a bölcsődeépítés. Országosan 2010-hez képest több mint a duplájára emelkedett a bölcsődei férőhelyek száma, tette hozzá az államtitkár. A bölcsődei dolgozók anyagi elismerése terén is jelentős lépéseket tettünk előre. A bölcsődei szakemberek bére 2010-hez képest 2024-re átlagosan több mint 4-szeresére emelkedett. A bölcsődei fejlesztési munkálatok pedig folyamatosak, jelenleg is több ezer férőhely építése zajlik Magyarországon. A bölcsőde 56 férőhelyes és 6 új munkahelyet jelent az itt élőknek. Az intézményben a 4 csoporton kívül egy sószobát is kialakítottak, valamint az épület kivitelezésekor törekedtek az energiahatékony működésre.